Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 12-ig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik. Ezen a napon van egy Lilith energia. Lilith az aktiválja nálunk az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ez az energiamező, ez a Lilith energia, ez a hold pályáján van. Mégpedig ezen a napon, tehát hétfőn a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami nagyon messze van a Földtől. Itt megvannak az elképzelések, de úgy érezzük, hogy ezt nem tudjuk megvalósítani, hiszen olyan messzinek tűnik. Ilyenkor erősíteni kell a bizalmat, az is lehet, hogy mások mondják azt. Ne álmodozz, ó, ebből úgysem lesz semmi. És mi várható még a hétfői napon? Itt a kereszt tényleg jelenti a hitünket. Hinni kell ebben az álomban, hinni kell ebben az elképzelésben. Amit a kereszt még jelenthet, amikor a sors utak kereszteződnek, tehát lesz egy fontos találkozás. Jelenthet döntéseket is, hiszen elérkezünk az élet utunkon ehhez a kereszteződéshez, és töprengünk azon, hogyan tovább, milyen irányba. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mi várható kedden. Itt látható a fa, és itt lesz növekedés. De minden úgy lassan halad előre, hiszen egy fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik. Amit a fa még jelent, a biztonság érzete, ahol le tudunk gyökerezni. Ez lehet a hivatás, a család, a lakhely, vagy a párkapcsolat. A fa szimbolizálja a gyógyító erőt is, vagy egészségügyi témánkat. Ez lehet a hivatás, hogy vagy ő, vagy te ezen a területen dolgoztok. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. Irányítod az eseményeket. Az is lehet, hogy mások felfigyelnek rád, és megkapod az elismerést. A csütörtöki nap felett Jupiter bolygó uralkodik. Ezzel a kasszával el lehet vágni valamit. Le lehet zárni bizonyos témákat vagy kapcsolatokat. Esetleg félelmeket. A kassa azt is jelentheti, hogy történik csütörtökön valami, amire nem számítottál, ez olyan hirtelen jön, lesz egy meglepetés. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt pénzről, munkáról, hivatásról vagy értékekről van szó. Ez lehet egy belső érték is, hogy megkapod az elismerést, vagy értékes vagy mások számára, vagy van valaki a környezetedben, aki értékes számodra.
A szombati napon Szaturnusz bolygó, a sors bolygója uralkodik. Ezen a napon a hold eléri a lefele mozgó holdcsomót, két út, és együtt hatnak. Ez a holdcsomó, ez egy kármikus csomó, utal a múltra, az emlékekre, utal érzelmekre is. Két útnál olyan belső út van, befele tekinteni, ez lehet egy spirituális terület is. Ezen a napon, amikor a hold eléri két út, ezt a kármikus csomót, kihat a napra Spica csillag. Spica csillag a szűz jegyében van, mégpedig jelenti a búza koszorút. És az úgy hat ki ránk, hogyha most indítunk valamit, talán nem ezen a napon, hanem úgy pár nappal később, megvan az az energia, hogy jó úton haladunk, és amit indítunk, az gyümölcsözni fog, termést hoz, lesz nyeremény. Itt látható a levegő eleme, a könnyűség, a mozgás, hogy előre mennek a dolgok. Ez a kép jelent kommunikációt is, fontos beszélgetéseket. Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt láthatóak a változások, mégpedig lesz egy szerencsés fordulat. Itt látható a négy levelű lóhere, ami vasárnap szerencsét hoz. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!